törvényhozása, tehát... Ön nagyon szereti a reformokat, hiszen ugye mondtuk, hogy ön volt az, aki a talár viseletét bevezette Magyarországon. Hogy jutott ez az ön eszébe? Ez ugye a talár nem mindenkit, ugye furcsa viselet, néha úgy néz ki, mintha egy szoknya lenne a férfiakon. Hogy jutott eszébe, mondja? Annál érdekesebb is, mert Magyarországon nem volt soha, nem volt hagyomány. Ez egyszerű volt, mert az Egyesült Államokban voltam 90-ben meghívva Sólyom Lászlóval együtt, aki az Alkotmánybíróság elnöke volt, és ott mindenkinek mondták, hozzá kell a saját bírói tanárjaikat, ha van, nekünk nem volt. És akkor a nagy ünnepségen, ahol mindenki jött, akinek volt, aztán, hogy akinek nincs, az kölcsönözhet az amerikai bírói tanárból, ami sejtett egy fekete lebernyeg, amiért rögtön 100 dollár kauciót kellett lefizetni, mondták, hát ha ellopja egy legfelsősági elnök, és azt fölvettem, és megnézem a tükörbe, elájultam természetesen. Gyönyörűségtől? Nem, hát a röhögéstől, egy szoknyában még sosem voltam. És aztán ott ücsörögtünk egy órát, és akkor láttam a többieken, és gondoltam, hogy azért kellene, és ma is azt gondolom, hogy ez két okból kell. Az egyik egy fontos elvi ok, hogy aki a bírósági tárgyalásra megy, az vegye észre, hogy valami másról van szó. Tehát nem egy értekezlet, nem egy megbeszélés, nem egy egyeztető tárgyalás, hanem bíróság. Elképzelhetőnek tartotta volna, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke nőnemű legyen Magyarországon? Vannak is jelöltjeim. Nagyon másként működik a női bíró, mint a férfi bíró? Van különbség? Valamennyi van. Mi? Meg tudná ezt fogalmazni? Ez annyira egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy két tulajdonság van, ami nagyon érdekes a nőknél, vagy a női bíróknál, hogy ne általánosítsak. Megfigyeltem, hogy érzékenyek nagyon, és ugyanakkor pedig ilyen nagyon strapabíróan szorgalmasak. És ez az érzékenység és a szorgalom együtt nagyon jó eredményt ad, mert mind a kettő külön-külön nem olyan eredményes. Tehát azt kell látnom, hogy a bírónők rettenetesen sok teher alatt nyögve, és mégis megőrizték hát akiket én ismerek sokat, az érzékenységet. Azért érdekes megjegyezni, ön is azt mondja a nőtársairól a bíróságon, hogy érzékenyek és szorgalmasak. Tehát nem azt mondja, hogy tehetségesek, okosak. Tehát valahogy a nőknél ezeket a tulajdonságokat illik kiemelni, hogy érzékeny és szorgalmas? Ez ingoványos talaj, mert mindjárt ki fog derülni rólam, hogy én azt szeretném, hogy ne mondani, hogy a nők szépek, de nem elég okosak, nem. Nagyon tehetségesek, nagyon nagy tudású, tehetségesek, semmi különbség ebben nincsen. Jó, nem akartam ezt kicsikarni, hogy mégis is sikerült, hogy látom. Nincs különbség köztük. Aki okos, az okos nőbe, férfibe. Aki tehetséges, az nőnek és férfibe, mindegy. Vagy tehetséges, vagy nem tehetséges. Csak azt mondtam, hogy még ezen kívül úgy látom, hogy picit több érzékenység van. Egy nő később fásul el, mint egy férfi. Szóval nem biztos, nem, ez 30 évig, gondolja meg, hogy mondjuk 20-30-40 évig csinálni ezt a foglalkozást, vagy bármelyik mást. Én azt gondolom, hogy nő nem fásul el benne, vagy később. Szóval. Az, hogy ön férfi létére sem fásult el ebben, hisz még mindig ennyire lelkesen és mosolyogva tud a saját foglalkozásáról beszélni. Mennyiben játszott ebben szerepet az ön reneszánsz egyénisége, hogy annyi minden mást is csinált a bíróskodás mellett, tehát annyira több lábon állt? Ez sokat számít. Mindig kell ilyen alternatíva, meg hátország. Még a reneszánszhoz egy adalék, hogy ha majd befejezem a aktív pályafutásomat, akkor készülök arra, hogy számítógépes grafikai műveket alkotsak, mert a számítógép az, már ma hallottam a rádióban, hogy 1% a 60 évesek felettiek csak 1% internetezik. Voltam, hogy megint benne vagyok az 1%-ban. Mert nagy mániákus vagyok, és felfedeztem, hogy a számítógépes grafikával rendkívül jó dolgokat lehet csinálni. Mennyi mindent sajátított el már felnőtt fejjel? Hát ezeket mind felnőtt fejjel. Én 26 éves voltam, akkor nem tudtam egy szót se franciául, aztán most már nem ez a helyzet. A számítógépet, azt egész felnőtt fejjel tanultam. Hát nézd, én felnőtt korban tanultam autót vezetni, mert mikor 40 éves voltam, akkor lett először jogosítványom. Hát nem volt autóm. Jó, de hát amikor 36 éves voltam, még nem volt lakásunk, szóval. Persze, hát aki késő, igen, aki kicsit elkéstünk, nekünk később kellett behozni. Én azt gondolom, hogy azért, mert idősebb vagyok, azért nem
mondhatom azt, hogy kérem, én már ebből ki vagyok zárva, ha miért lennék? Hát megpróbálom. Mondja, játszunk el a gondolattal, hogy 100 év múlva, 200 év múlva fennmarad ez a videókazetta, hogy ön és én itt beszélgetünk. Mi az, amit leginkább szeretne, hogy fennmaradjon dr. Solt Pálról? Hogy hit nélkül nem lehet élni. Ezt azt hiszem, ezt a mondatot, amely hát valójában igen, közhelyszerű és banális, de én ezt igaznak érzem. Tehát a sok minden részletről, amiről beszélgettünk, én belőlem, azért ez egy olyan vörös fonal, vagy arany fonal, ami az életemen áthúzódik. És természetesen azt is mondhatom, hogy nagyon sokféle hitet elfogadok, tehát hogy lehet, tehát nem csak vallásos hitre értem azt, hogy hit nélkül, abban való hit nélkül, hogy ennek van értelme. Hogy az életemnek van értelme, ha nem hiszek benne, csak akkor lehet nagyon jól élni, mert az emberek többsége ezt nem kérdezi meg, és nem is kell, hogy minden nap megkérdezze magától, de időnként meg kell kérdezni, mert akkor lehetetlen, akkor elmúlik, és akkor még mindig nem tudok válaszolni, hogy akkor ez miért van. Én nekem ez fontos, hogy erre én adtam választ magamnak. Nem originális a válaszom, mert ezt nagyon sokan megadják maguknak. Én egy hívő ember vagyok. Ez is az életem felnőtt tapasztalata. Nem születtem benne. 30 éves korom után kereszteltek meg. Tehát valóban magam a választottam. Talán nem mondanám így, de mindesetre a döntés felnőtt fejjel történt, nem kényszerítve, és olyan időszakban, amikor ebből nem lehetett semmit kihozni. Szóval ez a 60-as években ez, tehát mondjuk nem megélhetési hívő vagyok. Köszönöm szépen, most pedig néhány tanács önöknek. Akinek váltania kell, és tudja, hogy mit akar tanulni, de nem tudja hol és hogyan, annak azt tanácsolom, hogy keresse fel a megyei munkahelyi központot, vagy a helyi kirendeltséget. Aki váltani szeretne, de nem tudja még, hogy mit érdemes tanulni, forduljon a megyei foglalkozási információs tanácsadóhoz. Aki csak azt tudja, hogy tanulni érdemes, és szeretne tanulni, de nem tudja, hogy induljon el, forduljon bizalommal hozzánk a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez. Akiktől tanulni lehet, hogy boldogabb lehess, akiktől